lehetek. Jogszigorlat. Két diák elmegy vizsgázni, az utolsó dobásuk a jogszigorlaton. A prof lakásán van a vizsga, felmennek, bemegy az első. A prof, húzzon tétel. A srác kihúzza, nem tud semmit, hebeg, habog össze-vissza. A prof, hát kollega maga nem lesz kollega. Diák, nézze professzor úr, családunkban nagy szégyen volna, ha nem sikerülne a vizsgám. Adjon még egy lehetőséget, felteszek magának három kérdést, ha tud válaszolni, rúgjon ki, ha nem, akkor beírja a jelest. A prof, ilyen még nem fordult elő a praxisomban, de maga annyira pofát, legye! A diák, nos professzor úr, mi az, ami törvényes, de nem jogos? Nem törvényes, de jogos, és mi az, ami se nem törvényes, se nem jogos? A prof gondolkodik, pörögnek a lexikonok, jogszabályok az agyában, majd azt mondja, tessék itt a jeles, de takarodjon, nem is akarom látni magát. Na. Másik diák. Megy ki, marha büszke, mutatja a másiknak, hogy ötös kapott. Forr magában a másik, hogy hogyan lehet, amikor sokkal hülyébb, mint ő, belé. A prof. Tudja mit? Ne is húzzon tételt. Felteszek magának három kérdést. Ha tud válaszolni, felhívom a jeles. Nem, ki van rúgva. Ugyanúgy elmondja, amit a hogy mi az, ami törvényes, de nem jogos, nem törvényes, de jogos, mi az, ami se nem törvényes, se nem jogos. A diák, második diák gondolkodik, majd elmondja. Nézze, professzor úr, az, hogy ön 70 éves, és van egy 20 éves felesége, az ugyan törvényes, de lássuk be, nem jogos. Az, hogy az ön 20 éves feleségét egy 24 éves fiatalember rendszeresen kettyingeti, az ugye nem törvényes, de lássuk be, jogos. Az viszont, hogy a fiatalember azért magánál jelest kapott, na ez se nem törvényes.